Kedves közönségünk, meghívó vendégeink, volt kórustársaink, barátaink és szeretteink. Szeretettel köszöntöm Önöket a Nosztalgia Kórus fennállása 10. évfordulója alkalmával rendezett ünnepi hangversenyen. Külön szeretettel és tisztelettel köszöntöm Tóthné Szabó Máriát, a magyar kultúra lovagját, a kézenfogva testvéreikkel, Sárvédikkori Alapítvány kuratóriumát. Mint egy ma este is elhangzó dal egyes olyanval kezdem. A zene az kell, mely körülbelül. 10 éve itt a Gyulai iskola aulájában állt össze a zeneiskola fennállásának 50. évfordulója alkalmából rendezett hangversenyre egy női kar és egy zenekar. Visszaidéztük akkor régi zeneiskolás éveink felemelő érzését, melyet az együttzenélés adott nekünk. Az énekkar több kórusa kérésére tovább működött, és az akkor elvetett magmára egy különböző virágokból összeállított csoportra fejlődött. Az elmúlt 10 évben a kórus számos városi rendezvényen, bálon, ünnepi hangversenyen vett részt, nem csak itt Agonban, hanem Budapesten, Polgárkóban, Sárvédikkoriban, Öcsödön, Pálházban és határaikon túl is. Kiváló kapcsolatot ápolnak a Pálházi Kuták Virágai hagyományozó csoporttal, a Torda Szent Mihályi Vegyeskarral, ahol 2010-ben egy Petőfi szobor avatásán is részt vettek, és a szlovákiai Nagykaposi Énekkarral. Repertoárjuk a világi kórusmuzsika magyar és külföldi klasszikusai, egyházi zenék, könyvzenei feldolgozások, műzikelek, slágerek és sanzonok. A ma esti műsorukat is úgy állították össze, hogy mindkét stílus képviseltesse magát. Mielőtt elkezdik a hangversenyt, szeretném bemutatni a jelenlegi kórustagokat, akik most színpadon állnak. A Nosztalgia kórus vezetője Bukor Erzsébet. Az önnyertjáján nagyon segíti Reik Anikó. Tagok, Kaszab Laura, Kókai Dudinszki Mónika, Gyergyvai Pímea, Korbé Krisztina, Ápásné Komáromi Erika, Lőrinciné Lukács Orsolya, Lőrinciné Lukács Krisztina, és Helyesné Gorban egyikő. És a kórus tagjai közé tartozik még, akik még önhibájukon kívül nem tudnak még részt venni, Matusinka Mária, és Bálint Gabriel. És Majoros Négy Sági Önöke. És akkor kezdődik a hangversenyük. Kérem, hallgassák meg Karai József Estéri Nótázás című népdalokra írt kórus művét. Az este folyamán zongorán közreműködik Náthi Éva, a kórust vezérli Bukor Erzsébet. Thank you.
Thank you.
hallgasson szeretettel. Oh,
Ifjabb Somorjai József Trubadur Molban című darabja következik, melyet a szerző egy középkori énekdallamára komponált. Oh,
Megmondja nekünk néhány gondolatot a tanácsai közelettével az ünnepről, a szeretettől. Vannak időszakok, amikor az ember jobban kell összpontosítson, és valamilyen oknál fogva jobban is sikerült, mint általában. Nem mintha máskor nem lenne szükség szeretetre, de mégis valahogy ilyenkor, a karácsonyt megelőző időszakban láthatóan és megtapasztalhatóan bizonyossá válik a jó akarat, a nagyobb egymásra figyelés érzése. És ez mind azért, mert az emberek nem csak külsőleg öltöznek fel és válnak mutatósabbá, hanem ilyenkor a lélek is felöltözik. A szeretet tökéletesen összefog mindent, átment erre figyelmeztet. Nem elég minden egyéb a karácsonyi ünnephez, a feldíszített karácsonyfa, ajándékok sokasága, ha hiányzik a szeretet, nem lesz teljes az ünnep. A világ és benne az ember egyre fokozódó lelki éberséggel készül fogadni a szeretet ünnepét. Mégis a hozzánk közelítő ünnep, a karácsony ünnepe egyre nagyobb fényességgel világít ebben a sötétségben. Tartsuk meg ezt a lelki világosságot az év többi napján is. Kedves közönségünk, 10 év elteltével kicsi gyermekeink felnőtté cseperedtek, a zene és az éneklés szeretetét hordozván szívükben. Most 3 volt és mostani kórustársunk gyermeke következik, akik egy méltán híres apadalt énekelnek karácsonyi szöveggel. Kérem, fogadják szeretettel Fajka Zsanettet, akik Víz Zsuzsi lánya, Földi Fannit, aki Korvei Kriszti lánya, és Majoros Noémit, aki Majorosné Sági Anikó lánya. Apa karácsony címűve.
következik. Előadja Fajka Zsanett, Földi Fanni és Majoros Noémi. Zongorán kíséri Nálhi Éva.
Saját szavakján most egy
Szeretnék című dal a következő. Hallom a harzenét, és hallom a
és ismerettség szövődött. Szóljon a következő dal a barátokért, a barátoknak, barátok előadásában. Azért vannak a jó barátok. Thank you.
Megköszöntöm a Gyulai Gál Miklós Általános Iskola Alapfokú Művészet Oktatási Intézmény 3. és 4. C-osztályos tanulóit, akik itt ülnek a padon, akik ebben a Vihari Ára Zeneiskola növendékei és Bukva Erzsébet tanárnő szolfézsusai, ők fognak ott segíteni a kórussal együtt előadni Krélusz Pimos Karácsonyi Angyalok című dalát, és még egy felkérés érkezett Szabó Benedeknek is, aki segíti a kórust. Amíg a kórus feláll, addig azt szeretném elmondani, hogy mire jusson minden nap ideje mindenkinek. Mindig jusson idő nevetni, mert ez a lélek legszebb zenéje. Mindig jusson idő olvasni, mert ez a bölcsesség alapköve. Mindig jusson idő dolgozni, mert ez a siker ára. Mindig jusson idő játszani, mert ez az örök ifjúság titka. Mindig jusson idő szeretetet adni, mert ez gyógyítja az ember, azt is, aki adja, és azt is, aki kapja. Mindig jusson idő egy pillanatnyi mosolyra, mert ez az arc legszebb ékszere. És mindig jusson idő néhány kedves szóra, mert ezzel egymás számára könnyebbé tehetjük az életet. És akkor következik Krélusz Vilmos Karácsonyi Angyalok című dal, a 3.-4. Z osztályos gyerekekkel, Szabó Benedekkel és a kórussal. Thank you.